Sziasztok, egy rögtönző Turbex videó. Labda. Terem, vagy valami hasonló volt itt. Redlinefallabda.hu. De úgy látszik, hogy ez már bezárt, és itt áll az épület üresen. És nyitva van. Nem mondom meg, hogy hol vagyok. De. És ott benézek, hogyha már ez így alakult. Hát azért látom, van itt minden. Tehát láttátok, tálva nyitva van. Hát egy rögtönző túlvexezés. Ezt a kurva. Hát mondjuk azt szerintem ez már le is égett. Nézzétek meg a plafont. És azért nagyon nagy füst meg koromszag van. Aha, hát itt biztos, hogy valamit felgyújtottak. Ha tippelnem kéne, akkor azt mondanám, hogy csövesek költöztek be ide, és tüzet laktak télen, aztán azt nem tudták eloltani. Ez ilyen üresen álló épületekbe ezzel is szokott fordulni. Ja, nagy vásártelepen is láttam ilyet. Hát itt nem tudok most bennem, mert igen, megnézem a másik oldalról, mert világítani is kéne, és mondom, nem Woodbox-el készültem. Köszönöm, aztán magam maradni. Azt nézzük, itt meg már a plafon is. Szakadt. Hát az tálmennyezet volt, láttátok is az a szigetelő, ami ott van. Nem tudok jobban bemenni. Hát most így egy nyitott szandálból ezeken a vaszkokon nem megyek át. A túracipőt meg most nem hoztam magammal, mert mondom, hogy nem útbexezéshez jöttem, és idehoz kéne. Megnézzük, hogy erre is mi van. Ezt már láttuk. Itt egy felmosó vödör. Meg egy felmosó. Megvilágítsunk a telefonnal. Hát nem tudom, mi látszik, de van itt egy szekrény. Hát, tehát minden kapcsoló, amit már kiloptak. És itt is a megbontott álmennyezet. És szerintem lakott valaki, vagy lakik. És itt volt valószínűleg a fürdőszoba. Nem tudok jobban bemenni, mondom, de... Baszd meg. Igen, majdnem átestem valamire. Ezt a kurva. Jó, mindegy. Oké, szerintem ennyi elég is volt ebben. Így néz ki kívülről. Ah, és itt van még egy ajtó. Szerintem ugyanoda tartozik, és ez is itt van. És itt is büdös van. Ott egy telefonszám felírva. Szerintem ugyanoda tartozik. Ott egy hűtőszekrény. Meg egy kuka. Vagy egyébként nézzük, mert van nyitózatos mennyiségű szemét van itt. Aha. Ez egy hűtőszekrény. Szerintem már ideje zárva lehet. Hát mondhatni a helyzet változatlan. Ide is már össze lett hordva egy komplet csérítenek. Ja, meg ott van egy hátsó udvar is. Na, az az, ahova most végképp nem tudok kimenni. És itt is csak a szemét van, na ide most nem megyek be. Ez pedig ugyanaz a szoba, csak másik ajtóval. Na jó, és akkor itt akár ki is lehetne menni az udvarra, de szerintem sok értelme nem volna. Itt viszont biztos, hogy lakik valaki. Csak most éppen nincs itthon, úgyhogy nem is megyek tovább. Ah, és itt bebeszakadt a födém.
Hát akkor szerintem ennyi lesz. Itt egy hirtelen ilyen spontán módon többet nem lehet megnézni. Én még elsétálok az épület végéig, hát ha ott van igen valami, de nem hiszem. Itt van akkor az épület kívülről. És hát ez vezette az udvarra, viszont látjátok, le van zárva. Úgyhogy akkor ez egyenlőre ennyi volna. Hát ez egy rögtönzött kis Urbex videó volt, hát találkozunk legközelebb, köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Sziasztok!